Köszöntöm nézőinket, ez a Kultusz 120. adása. Mai adásunkban megjelenik a jászapáti származású Demeter István tábori lelkész hadinaplójának második könyve. Betekintünk a 45 éves jubileumára készülő Jászságnépi Együttes próbáira, meglátogatjuk az idei múzeumi történelmi játszóházat, és bemutatjuk a Jászberény történetét feltáró helytörténeti kiadvány harmadik kötetét. Lássuk! A jászapáti születésű Demeter István kivételesen aktív alkotói művészeti életet élt. Irodalmi munkássága kiemelkedő volt, a Sárospataki gyűjteményben tömérdek kéziratavár feldolgozása. 4 kötete már elkészült, május 15-én mutatták be az 5. Éveim Demeter István önéletírása második rész című naplóját. A kötet fellelhető a Jászapáti Könyvtárban. Tavaszán mutatták be a nagyformátumú művész plébános Demeter István Éveim című kötetét a Jászapáti Városi Könyvtárban. Látszólag milyen messze van egymástól Sárospatak és Jászapáti, és ami most minket mégis idehozott ebbe az olvasóterembe, Demeter István személye. A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, ami múzeum, könyvtár és levéltár, a kezelője Demeter István hagyatékának. Ez a hagyaték óriási. Kézirat hagyatékából eddig már 4 kötet készült, múlt héten pedig már a legújabb kiadványt is bemutatták. Éveim Demeter István önéletírása a második rész címmel, mely a tábori lelkész hadinaplója alcímet hordozza. Éltek még? Jó tudni. Mert az úzmara hidegen csillog, éjszakánk bús álmokkal és rémekkel telik. A végét várjuk, de a vég még messze van. A művész plébános, mikor a végét várjuk című versével kezdődött a rendezvény, ami egy történelmi visszatekintéssel folytatódott. Én egy korrajz keretében beszélek önöknek azokról a második világháborús eseményekről, amelyeknek a részesévé vált 1942 és 1943-ban maga a szerző. Nagyné Lékó Henrietta beszélt a háborús időszak politikai és hadi eseményekről, amelyeket a történelemkönyvek többsége is tartalmaz, de ahhoz, hogy megértsük Demeter István mondani valóját, elengedhetetlen volt ezeket újra felidézni. A magyar megszálló csapatok kötelékében több mint egy esztendeig tábori lelkészként szolgált Ukrajnában. Az ő feljegyzései naplószerű formában maradtak ránk, és őszinte szavai hozzásegítik az utókort az események minél szélesebb körű megismeréséhez. Pataki Vidor atya a 68-as Jászkun gyalogezred naplójából idézett a könyv bemutatón, amely egy első világháborús tábori lelkész példátlan tetteiről szólt. A 26 esztendős, aszkét arcú lelkész egy halálos sebesültet kötözött be éppen a legnagyobb ágyútűzben és fegyverropogásban. A haldokló fölemelte fejét, kezét sebére szorította, ahonnan buzogott a vér, és nem engedte el a pap enyhet adó kezét. Az pedig nézett rá a szentek üdvöt adó mosolyával. Demeter István ugyan néhány évtizeddel később, de ugyanilyen odaadó szeretetről, feltétel nélküli gondoskodásról adott számot naplójában, szintén tábori lelkészként. Nem volt ezzel egyedül, mert a II. Világháború idején a magyar papságból 770 lelkipásztort hívtak be frontszolgálatba. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a tanítványaim és maga az utókor ne csak a történelemkönyvek puszta tényeit ismerjék meg, hanem ebből a naplószelű leírásból, ami Demeter István naplója, ebből az emberi érzelmeket, azokat a fájdalmakat, gyötrelmeket is megismerjék, amely ebben a háborús pusztításban jellemezte az életüket. Az író unokatestvére elmondta, rokona valóban rendkívüli odaadó ember volt, de tábori lelkészként saját álma is vezette, hogy megtudjon valamit a rég nem látott édesapjáról, aki a háborúban vesztette életét. Nagyon sokrétű ember volt, több nyelven beszélt. Nagyon pici korában meghaltak a szülei,
nem is ismerte az édesapját, azért jelentkezett ő a háborúba ilyen tábori lelkésznek. Ez a könyv azt mutatja most, hogy hát hogyha talál valami, nem tudom, valamilyen emléket az apjáról. A múlt hétfőn bemutatott legújabb Demeter kötet olyan részletesen, olyan precíz leírással tartalmazza a hadilelkészként átélt emlékeit, mely gondolatban egészen a harcmezőkig utaztatja vissza az olvasót egy borzasztó kor, még borzasztóbb háborús hétköznapjaiba. 45 éves jubileumára készül a Jászság Népi Együttes, ahol 5 generáció közel 300 közreműködője mutatkozik be a színpadon egy 4 órás gála műsorban. Június 3-án szombaton a Belvárosi Sportcsarnokban. Legyen részese ön is a közös örömnek! Nézzük meg, hogy is volt egykor. Elsőre még nem megy minden. Másodikra már réblik. Harmadikra pedig már emlékeznek a 10-20-30 évig erre tanított izmok. Gyorsan visszatérnek a mozdulatok, és a tánc okozta színpadi emlékek, élmények. Olyan sok idő nem telt el, vagy hát nem tudom, egy 10 év, és azért még a lábunkban van. Tehát nem annyira nagy erőfeszítés, plusz iszonyú töbletet ad az, hogy itt vannak a régiek, együtt vagyunk, újra előjönnek a régi dolgok, tehát szerintem ez iszonyúan spanolja az embereket, úgy gondolom. Abszolút igaza van Eszternek. Ez a 2-2,5 évtized munka, amit beletettünk álmunkba, ez a memória, az nem múlik el. Ez előhívható, egy kicsi próbával, gyakorlással, néhány izzadságcseppel, és hogyha megfogjuk egyből előjönnek ezek a mozdulatok, mint régen, lehet, hogy még tudunk rajta csiszolni, hogy igazán színpadképes legyen, hát ezen dolgozunk most, úgyhogy szerintem jó úton haladunk. Mosolyra görbülnek az arcok, önkéntelenül is felhangzik egy-két kurjantás, felszabadul a tánc okozta örömhormon, és mindenkiben ismét felsejlik, hogy mindig is itt volt a helye. Ez az a közösség, ahová tartozik. Itt volt, és most is itt van dolga. Értéket menteni, átörökíteni, teremteni. Olyan, mint egy időutazás. És azt tartottuk furcsának, hogy az első próbán, ahogy összejöttünk, mondták, hogy itt a videó, nézzük meg, és akkor egyből bejött. Tehát furcsa volt. Tehát egy olyan 5 perc alatt visszajött egy-egy koreográfia. Mondjuk azért már jó idős koreográfia, de úgy benne van az ember lábában. Én is azt tudom mondani, hogy szinte a lábunkban volt, és nem sokat kellett gondolkozni, szinte a muzsika hangjára jött is a tánc. Én azt gondolom, hogy az egész életünket végigkövetjük, és végigköveti a tánc, tehát próbáljuk már a gyermeket is bevonni, és fogjuk is szerintem végigkísérni a mostani együttesnek a munkáját is. A jubileumi hívószóra 5 generáció táncosai készülnek hetek óta a Jéjjelnek államűsorára. Sokkal többre lenne szükség, mert nem csak a táncpróbákról van szó, hogy a táncok visszajöjjenek, bár ez is nehezen működik, mert az országból többféle helyről családos emberek kell, hogy összehangolják, hogy mikor érnek rá, illetve hát a viseleteket kitalálni és megtalálni a megfelelőt mindenki számára. Mit látsz, kinek a legizgalmasabb ez a pár év? Az a legendáknak, a nagyjárságosoknak, nem tudom, a most elmenőknek, az újaknak, a kicsiknek, tehát azért van itt pár generáció. Hát biztos, hogy mindenkinek a saját generációja lesz a legizgalmasabb, de így, mint kicsit még szervező, tehát biztos, hogy a jelenlegieknek, mert legtöbb számot ők fognak táncolni, illetve azoknak a táncosoknak, akik több generáció koreográfiájába is beszállnak és segítenek.
az együttes művészeti vezetője Szűcs Gábor igyekszik a visszatérő korosztályok felkészülésében részt venni. A boncidai táncok egy 20 éves koreográfia, amit az akkori jásságosok már saját gyermekeikkel együtt is táncolhatnak a színpadon. Hát abban szerencsés helyzetben voltunk, hogy a táncház mozgalom ugye a 70-es években kezdődött. Hát én akkor 1 éves voltam, tehát amikor ide becsöppentem 9 évesen, akkor még az elejébe volt. A Jászberényi iskola úgymond Papa Imre révén, és persze utána a Balla Zoltán, Szűcs Gábor révén elindított egy olyan szakmai műhely munkát, tehát ami a legnehezebb az, hogy nem csak elérni egy magas szintre, hanem azt megtartani. És hál' Istennek abba a generációs dolgokba annyi jó oktatót le tudtak ide hívni Jászberénybe tanítani, hogy abból mi mind kaptunk plusz energiát, és hát persze jött a Csángó Fesztivál, először mint néptánctábor, utána a Csángó Fesztivál, tehát mi azokat a úgymond, akikről most nézzük a filmeket, mi majdnem minden személyesen találkozhattunk, hál' Istennek. És nyilván ez hatalmas lüktetés. Meg hát az, hogy családtagjaink is táncolnak, nem erőltetjük, de hát ezt látja szerencsétlen, tehát beleszületnek. Tehát nálunk is a gyermekek ebbe születtek bele, vittük állandóan őket hagyományőrző rendezvényre, és a születésüktől fogva magukba szívták a jász hagyományokat és értékrendeket. A július 3-ai gála műsorig a következő 2 hét felkészülése biztosan izgalmas lesz. Izgalmas lesz, mert meg annyi kimondott, kitáncolt, átélt emlék kerül elő, ami a jubiláló 5 generáció életét határozta meg a múltban, határozza meg a jelenben, és vélhetően fogja is a jövőben. Alkalommal rendezett multidéző történelmi játszóházat a Jász Múzeum, a Jász Múzeumért Alapítvány és a Jász Kerület Nonprofit Kft. Minden évben más-más témaköré csoportosulnak az állomások, ebben az esztendőben a keleti kultúrájú jász nép a gunokkal együtt a tatárok elől menekülve Magyarországra érkezik, és 4. Béla engedélyével letelepszik a Duna-Tisza közén. A rendezvényre közel 400 gyermek látogatott el. Gyerekzsivajtól volt hangos a Jász Múzeum udvara május 22-én. A múzeumi világnaphoz kapcsolódva 18. alkalommal rendezett multidéző történelmi játszóházat a Jász Kerület Nonprofit Kft. A Múzeum és a Jász Múzeumért Alapítvány. Ebben az évben visszamentünk az időbe, és a történelmi idősíkok első stációját vettük tulajdonképpen az érdeklődés központjába, mégpedig a középkor, tehát a jászok Magyarországra való letelepedése. És ebből az időszakból, tehát a 13., 14., 15. századot próbáltuk megjeleníteni, kézműves foglalkozásban, szerepjátékban, de lehetett régészkedni, meg lehetett keresni az ősöknek a különböző edény töredékeit, vagy lehetett kőlepényt sütni, és aztán meg is lehetett enni. A játszóház célja, hogy a jászok történelmének e több száz éves eseményét játékos módon ismertesse meg a gyerekekkel. A történelmi játékokkal igyekeznek feledhetetlen szórakozást, élményt nyújtani, és általa a jász identitást erősíteni. A játszóházban forgószínpadszerűen a Jász Múzeum és a Városháza udvarában kialakított helyszíneken, bemutatókkal, kézműves tevékenységekkel, vidám dramatikus és ügyességi játékokkal várták az érdeklődőket. Barátságalkotőt készítenek a gyerekek, és ki milyen színből szeretné összeállítani. Van sokféle fonal színösszeállítás, és akkor a lányok elmondják, hogy ők milyen színből szeretnék, és akkor olyat készítünk le, és akkor van, aki már nagyon ügyesen, önállóan csinálja, de aki még nem készített ezt a 3-as fonást, az
első mutatás után nagyon ügyesen folytatják tovább, úgyhogy ügyesek a gyerekek nagyon. A rendezvényhez a Hamza Múzeum is csatlakozik évről évre. Idén egy különleges technikával készítettek oszét motívumokat. Így van, nem az első alkalom már, hogy a Hamza Múzeum is meghívást kap erre a rendezvényre, hiszen a két múzeum között nagyon jó az együttműködés, a közös programok szervezése. Idén a gyerekeknek ismét egy különleges technikát hoztunk el. Zsírkrétával, temperafestékkel készítenek képeslapot, amit végül a temperából visszakaparnak oszét motívum mintákat. Egészet beszínezik. Ezzel a két színnel. Ahogy szeretnéd. A feladattal stábunk is megpróbálkozott, kevesebb sikerrel. Annyit elmondhatunk, hogy nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik. A gyerekek viszont egészen elképesztő motivumokat készítettek. Mit csináltatok eddig itt a játszóházban? Eddig faragtunk ilyen botot a lányokkal, meg csináltunk agyagot, meg ilyen karkötőt. Kinek fogjátok ezt ajándékozni? Hát ezt anyának, ezeket nem megtartjuk. És ti lányok, miket csináltatok? Ugyanezeket. Hárman mentünk. Igen. Csináltunk ilyen, végülis én csináltam karkötőt, csináltunk fából ilyen kis lovacskát. Most csinálunk karcolóst. Igen. És megvan már, kinek fogjátok ezt oda ajándékozni? De én arra gondoltam, hogy a legjobb barátnőm Daniel nevét fogom rákarcolni. De nem mindenhol volt ilyen egyszerű betekinteni jászőseink kultúrájába. Az íjászoknál erőléti edzést is tartottak a gyakorlat előtt. Négy fekvő támasz. Most? Igen. A játszóházban közel 10 helyszínen számtalan próbatétellel várták a gyerekeket. Igyekeznek minden esztendőben megújulni, és évről évre érdekes, történelmi leckékkel bővíteni a diákok ismereteit. Hát nagyon egyszerű a dolgunk, mert haladunk a történelem időkerekén előre. Tehát 18 év alatt végigjutottunk, folyamatosan vettük a történelmi időszakokat, tehát a letelepedéstől szépen egészen a 48-as szabadságharcig, és utána pedig az előző időszakban áttértünk különböző hagyományőrzésekre, piacot hoztunk létre, különböző mesterségek bemutatóját tartottuk a gyerekeknek, és így mindig megújulunk, mindig új téma van, és ehhez az új témához megfelelően alakítjuk ki a különböző kézműves helyszíneinket, a dramatikus, tematikus játékainkat, és ezért a gyerekek, még ha egymás után évben jönnek, és soha nem érzi, hogy ugyanaz a kézműves foglalkozás vagy program várja. Ahogyan minden évben nem csak Jászberényből, hanem más településekről is, Pusztamonostorról, Jákóhalmáról, illetve a Tisza mellől is érkeztek gyermekcsoportok. Birtokukba vették nem csak a múzeum belső terét, hanem udvarát is, ami egy délelőtt erejéig jászőseink letelepedéséről szólt a 18. Multidéző Történelmi Játszóházban. Megjelent a Jászberény történetét feldolgozó kötet harmadik része, mely a 30-as évektől az ezredfordulóig ad részletes korképet városunkról. Pető László főszerkesztő és a könyv alkotói bemutatták az értékes várostörténeti kötet felépítését és fő tematikáját. Jászsági évkönyv szerkesztésekor merült fel először a hiánya egy a város történetét bemutató és feltáró kézikönyvnek. 2013-ban Jászberény város önkormányzata megszavazta a hagyomány és értékőrző könyv támogatását, azóta a mostanival együtt már 3 kötetet lapozhatnak az olvasók. Megközelítőleg vagy nagyságrendileg majdnem 10 millió forintról beszélünk azért. Ha még hozzáveszünk azt is, hogy a város jövőben is szándékozik ezekből a példányokból próbálni, vagy a meglévőkből, vagy az utánnyomásokból majd úgy szerezni, mert kiválóan
értékes és nagyon jó. Ezekkel a szavakkal ismerte el a szerzők munkáját városunk polgármestere, dr. Szabó Tamás, mindhárom könyvet összegezve. Elmondta, a három kötet városunk múltba visszanyúló tükre, melyre méltán büszkék lehetünk. A harmadik kötet Jászberény történetét a 30-as évektől az ezredfordulóig mutatja be. A közel 800 oldalas mű nagy korszakot ölel fel, több témát is feldolgoz. Első részében olyan fejezetek kaptak helyet, amelyre korábban nem nagyon illett beszélni, tehát a helyi zsidóság története és a sorsának az alakulása. A mai fiatalok már nem nagyon tudják, hogy itt egyszer katonasság volt, tehát van egy ilyen fejezet, amikor egykori honvéd helyőrséggel foglalkozik. Aztán jönnek a későbbi fejezetek, amikor a város nagy átalakulását követjük nyomon. Tehát mikor itt a kis háziipari üzemekből egyszer csak nagy gyárak keletkeztek, és ezek miféle változást idéztek elő a városban. Erről szól a másik nagy blokk. Hogyan változtak a város szimbolikus jelképei, hogyan lett a földszintes főtérből emeletes, és hogyan alakult meg a jelenlegi önkormányzat, hogyan alakult át a gazdaság, többek között ezekre a kérdésekre is választ ad a legújabb kötet. És meggyőződtem arról, hogy ezt a könyvet többször elő kell majd venni, mint egy bibliát. Mert sok érdekes ismeretet szerezhetek belőle, aminek eddig nem tudtam a birtokában. Dr. Zalai Ernő jászberényi kötődésű akadémikus elsőként olvashatta el a nyomda friss művet. Nagy megtiszteltetés volt számára, és egyben öröm is, hogy visszatérhetett egykori lakóhelyére. Ami a könyvet illeti, ezekre a honismereti dolgokra nagy szükség van. Különösen most, hogy az Európai Unióban föl kell ebbe a sokszínűségbe valahogy oldódnunk, de meg kell tartani ugyanakkor viszont azokat az ismereteket, kultúrákat, hagyományokat, amik mégis magyarrá teszik a magyar embert. Tehát ilyen szempontból az ilyen honismereti könyvek nagyon fontosak, mert hiány van belőlük. A 20 szerző mindegyike jászsági vagy jászberényi kötődésű. Ahogyan Varga Kamil Ferenc rendi szerzetes is, aki a ferencesek történetét a 30-as, 40-es években dolgozza fel. Amikor a városunkban állomásozó sereg néhány zászlóaljra megérkezik a szilágyságba, volt ugye nálunk páncélos hadosztály és kerékpározó hadosztály is. Nehezen tudom elképzelni, hogy a katonák hogyan vonultak a háborúba kerékpáron. Pedig ilyen is volt, és a kötet a széles forráskálának köszönhetően részleteiben gazdagon ábrázolja a hasonló momentumokat is. Tehát azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez egy viszonylag kis létszámú csoport volt, ugye maximum 1000 fő körüli volt a zsidó közösség létszáma, ennek a nyomai a Jászberény múltjára nagyon jelentősek voltak. A jászberényi zsidóság utolsó évtizedeit taglalja Csűsz László a tanulmányában. Az elmúlt közel 80 évet a szerzők mai szemmel dolgozták fel, olyan témákat is érintve, melyek tabunak számítottak korábban. Pető László már 4 éve oroszlán részét veszi ki a multidéző mű elkészítésében. A 3 részes könyv ékes darabját képezi városunk helytörténeti kincseinek, amiben a humán szférát érintő fontosabb változásokat, a helyi adó átalakulását és a kereszténydemokrata politizálás újjáéledését is végig kísérhetjük. Az első kötet megjelenése után még csak néhány év telt el,
ám már is megjelent a jászberényi oktatásban is, egyfajta tankönyvként. Mert most a város napján gyerekek vetélkedtek a könyv alapján, tehát a város történetéből. Tehát én azért örülök neki, hogy legifjabbak is kézbe veszik most már ezt a könyvet. Persze némi tanári készítés is volt, ennek külön örülök. Ez volt a Kultusz erre a hétre. Két hét múlva ismét jelentkezünk kulturális riportjainkkal. Addig is látogassák a járssági települések kulturális programjait. Minden jót, viszontlátásra!